Sziasztok, ez itt a Belemen és a Handball Expert kézilabda oldal podcastje. Engem Víg Martinnak hívnak, és ma Furák Dániel és Ellei Zoltán van itt velem. Hát mindenek előtt egy kisebb bocsánatkérésekkel kezdenünk, mert egy picit eltűntünk az elmúlt hetekben, de hát nálunk is beütött a nyár. Viszont hát az olimpia úgy alakul egyelőre, hogy arról mindenképpen most már beszélnünk kell. A magyar válogatott ugye eddig három mérkőzést játszott le a csoportban, mind három vereséggel zárult, Franciaországtól egy góllal, majd Brazíliától 6 góllal, és segítsetek most a pontos végeredmény itt az oroszok ellen. De minden esetre sima különbséggel, nagy különbséggel ugye vereséget szenvedtünk, és hát azért nem csak a meccseknek az eredménye, hanem közben megnéztem 38-31 lett, tehát 7 góllal buktunk. Szóval nem csak a meccseknek az eredménye, hanem a mutatott játék is nagyon-nagyon elkeserítő, tehát erről fogunk beszélgetni. De akkor kezdjük egy kicsit pozitívabb hangvételben a mai adást, és akkor nézzük azt át, hogy mondjuk a francia meccsen mi nézett ki jó, bár azért már ott is többen felhívták arra a figyelmet, hogy hát inkább az a tényező játszott szerepet, amit azért sokan említettek már a meccs előtt is, hogy a francia csapat nem nagyon szokta jól kezdeni a nagy tornákat, és ez most is így volt, mi mégsem tudtunk élni a lehetőséggel. Hát igen, szóval hogy mi volt a jó az első mérkőzés, az ellenfél nem volt jó, és mi sem voltunk jók, de ez azért egy teljesen vállalható eredmény született, de egyébként ezt hozzá kell tenni, és ugye ezt már nagyjából fél éve mondjuk, vagy legalábbis amióta kiderült, hogy a franciák el játszik az első mérkőzés, hogy ez egy abszolút hozható mérkőzés, mert a franciák köztudottan, és tényleg a formaidőzítés valahogy máshogy időzítik, vagy máshogy állnak hozzá, mint a többi csapatok, és tudni lehetett, hogy az első mérkőzésen van keresni valónk, és ez ki is derült, és be is igazolódott. Az más kérdés, hogy ez nem sikerült, és szerintem, ugye beszélgettünk korábban, hogy talán mi vagyunk az egyetlen válogatott, amely talán nem győzött volna a francia válogatott ellen az első mérkőzésen, de ott azért megvolt az a mondjuk így tét, meg az első mérkőzések izgalma, hogy 15 eladott labdával természetesen nem lehet normális esetben mérkőzést nyerni, és még így is nagyon közel volt a bravúr, szóval ennek ellenére is csak egy góllal kaptunk ki. Hát ez már egy dühítő dolog, és hát igazából itt mindenki azért kicsit bizakodott, hogy hát ha a franciák ellen csak egy góllal kapunk ki, akkor majd a brazilok, de ez most egy, én nem menjünk ennyire előre. Hát igen, a franciák ellen eléggé álmosan kezdtük a mérkőzést, hiszen hirtelen ugye 4-0-ra elhúztak a franciák, de utána szépen visszajöttünk a mérkőzésbe, és ugye a hajrában is azért mi voltunk a jobbak, hiszen 3-0-ás szériával azért szorossá tudtuk tenni a mérkőzésnek a végét, ami nagyon dühítő volt, tényleg az a rengeteg eladott labda, illetve az, hogy a külső, tehát a távoli zónákból 10 próbálkozásból csak 7 gólt szereztünk, tehát nagyon sok pontatlan lövésünk volt, de összességében amit láttunk a franciák ellen, az adott valamennyire reményt arra, hogy a következő mérkőzéseken azért lehet keresni valunk. Valóban, hogy a franciák szokásuk a szíven nem kezdték olyan jó játékkal a olimpiát, és ezt meg kellett volna ragadni. Tehát tényleg ott ezen a mérkőzésen, hogyha nincs ennyi eladott labdánk, és kicsit pontosabbak vagyunk, akkor igenis, tehát megnyerhettük volna azt a mérkőzést, és akkor lehet, hogy teljesen másképp alakul a továbbiakban, de tehát nagyon fájó, hogy nagyon kevés kellett volna ahhoz, hogy azt a mérkőzést megnyerjük, de tehát ennyi eladott labdával nagyon nehéz mérkőzést nyerni, főleg francia válogatott ellen. Igen, és hát már ott is látszottak azért azok a jelek, amiktől lehetett szerintem tartani a későbbiek kapcsán, ugye itt főleg a védekezésben, hogyha egy-egy elleni párharcot tudták kényszeríteni a főként a belső védőinket, akkor abból ugye nagyon-nagyon csúnyán simán előnyben kerültek ugye a francia játékosok, Zádi, Niakaté, úgyhogy itt azért azt lehetett látni, hogy erre majd mindenképpen kell valami reakciót adni a magyar stárnak. Hát ez annyira nem sikerült, de akkor térünk is át a brazil meccsre, ugye Dani valami hősiesek volt, amit fölkeltünk hajnalban megnézni a találkozót, Zoli reggel pótolta. Hát úgyhogy ő már egy kicsit az utózöngékkel együtt tudta nézni azt a meccset, hát egészen elképesztő hideg zuhany volt, azt gondolom, nyugodtan kijelenthetjük. Egy olyan válogatott ellen, ami ellen úgy készültünk, hogy hát ez az a meccs, amit nekünk hozni kell, bár nyilván ez egy kétoldalú történet, tehát a brazilok is így számolhattak az olimpia előtt, hogy valószínűleg ellenünk lehet az egyik olyan meccs, ahol van esély a pontszerzésre, és hát
és hát könyörtelenül ki is használták azt az esélyt, hogy mi borzasztóan játszottunk, tehát hogy erre nem nagyon lehet más jelzőket találni, a védekezés ugyanúgy egyszerűen nem állt össze, szerintem taktikailag óriási hibákat követett el a magyar stáb, de ezeket majd akkor egyesével kibeszéljük, szóval hát hideg zuhany, nem tudok mást mondani. Hát először is... Mondjad! Ami nekem eszembe jutott, hogy játszottunk a brazilokkal az olimpia előtt két felkészülési mérkőzést, így utólag szerintem ki lehet jelenteni, hogy ez nem valószínű, hogy annyira szolgálta a felkészülésünket, mert amikor a brazilokkal a tét helyzetben összetalálkoztunk, akkor még nem sikerült már nyerni. Tehát jól kezdtük a meccset, vezettünk 4-1-re, ott aztán, mint hogyha valami megszakadt volna. Tehát onnantól kezdve tényleg még a súlyos vereség elkerülését kellett menni, ami számomra eléggé szomorú, hogy az első pár perc tényleg minden jól működött, utána aztán semmi. Én ezzel akartam kezdeni, hogy minden tiszteltem a téték, hogy felkeltetek ezért a mérkőzésért. Nyilván nem ezért keltetek föl, de utólag azért nyilvánvalóan lett volna más dolgotok is. Hát erre ott kezdeném egyébként, hogy már az edzőmérkőzések megkötésékor is felszisztentünk, hogy hogy a francba lehet az, hogy egy olyan válogatottal játszunk kétszer, amelyik pont a csoportunkban van, nem tudom, hogy volt-e más lehetőség, nem akarom beindulni, nem lett volna más lehetőség más országokkal játszani. Ez egy olyan szintű öngól, amely és olyan altatás mind a játékosoknak, mind a stábnak, mind a szurkolóknak, amelyet én azt gondolom, hogy megbocsáthatatlan. Tehát itt tökéletes volt arra ez a két felkészülési mérkőzés, hogy a brazilok tökéletesen kiismerjenek minket, és agyonverjenek minket, én erre nem tudok más szót használni. Azt, hogy jól kezdtük a mérkőzés, az nem rossz egyébként nyilvánvalóan, de aztán produkáltunk egy 5-0-át, vagy valami hasonlót, tehát ott egy teljes összeomlás, amely azt mondanánk, hogy hát előfordul, de az igazság, hogy magyar válogatottal minden mérkőzésen előfordul szinte, és nem is egyszer fordul, tehát olyan fázisaink vannak, amely egyszerűen értelmezhetetlen. Szóval tényleg az van, hogy szerintem nyilvánvalóan lehet vitatkozni, hogy most éppen milyen a keret, de azért egy-két poszt kivételével nagyon jobb keretet nem lehet kialakítani ebből a magyar válogatottból, viszont ebből a magyar válogatottból, aki ott van, lehetett volna egy jobb csapatot összeállítani, és ez sem jött össze, hogy itt a védekezés olyan szintű hiánya fedezhető fel, amely sajnos nem lehet más mondani, mint egy edzői hiba. Tehát az, hogy a Kluivert Katrin kettes védekezik az Amiriummal szemben, ha valaki mondjuk a TF vizsgán mondjuk ezt így előadja, akkor megbukik szerintem. És erre nincs jobb szó, ez egy marhaság volt. Tehát ilyet én életemben láttam. Ha már a Kluivert Katrin annyira fontos, hogy mindenféleképpen védekeznie kell, akkor védekezzünk 5-1-et, ha pedig, mert ugye a pattól távoli kettesben védekezett, vagy vegyek ki az Amorimot egyébként, vagy nem tudom, mert ugye hát az a igazság, hogy Lukács nem tud helyet cserélni, mert Lukács se a védekezéséről híres, nem is kell, hogy arról híres legyen egyébként, mert nem is az a feladata, úgymond, de és ugye az meg a másik, hogy meg lehet próbálni, hogy jó, hát kettő próbáljuk meg veled a kettő, és aztán nem is kérül, akkor azonnal váltunk, de hát itt az történt, hogy oda jártak gólt lőni, és nem reagáltuk Leibyőben, és egy csomószor fordult elő az, hogy ugye egy-egy párhatot vesztettünk, amiben be kell segíteni a belső hármasnak, aztán megint őnek is be kell segíteni, és valahol mindig valaki üresen maradt, és egyszerűen szétziláltak minket, amely ilyen szinten egy ilyen brazil válogatott ellen, mert lehet mondani, hogy hú, hát a brazil válogatott, meg ma is, hogy hát az orosz válogatott címvédő, hát igen, de nem ez az orosz válogatott címvédő, ez nagyon messze van ettől szerintem, hogy ez az orosz válogatott olimpiát nyerjen. Ezek olyan amatőr hibák, amelyek egyszerűen én nem tudok azonosulni, és szerintem senki nem érti ezeket, és kíváncsi, hogy ezt hogy látjátok, hogy ilyen szinten, ilyen edzőhibákat én szerintem nem lehet elkövetni. És azt sem mondom, hogy Jelek Gábor nyilván rossz edző, mert ezt nem jelenthetjük ki, de ilyen hibákat, hogy ott vannak három a stábban, nem mondják, hogy figyelj meg, Gabi, eszednél vagy? Miért a kettő a kettesen? Életében nem védekezett kb. Most így kis túlzással. Nem, hogy az Amorimmal szemben, aki tényleg beszéltünk róla, hogy ilyen játékosokat reggelizik nagyjából. Egyszerűen esélye sincs szegényket ide, hiszen testtömeg és testmagasság tekintetében és erő tekintetében is abszolút teljes mértékben alul maradt. Nem is ezért tartjuk úgymond a válogatottban, hogy agyonvágjon mindenkit ott védekezésben, és mégis előfordulhat az, hogy egyszerűen van egy edző, aki úgy gondolja, hogy az egy jó megoldás, hogy ő kettesben legyen, és nincs egy Görbic Anita, vagy nincs egy Danyi Gábor, aki azt mondja, hogy biztos, hogy ez a legjobb megoldás. Szóval számomra ez olyan szintű, ilyen is volt sokkoló, hogy ennyire
Én is tudom, nem tudok jó szót használni, úgyhogy nem is mondok inkább semmit. Nem tudom, hogy ezt hogy látjátok. És a sokkoló pedig az még jobban sokkolt szerintem mindenkit, mikor Amorim már bal kézzel is gólt dobott, meg talán volt egy olyan szituáció, amikor a földön ült, lehet, az pont nem ő volt, de kaptunk olyan gólt a brazilok ellen, hogy a brazil játékos a földről előtt labdája is gólt, tehát ott már tényleg az ott a megsemmisülés volt számunkra, hogy ott tehát ami mindenből gólt kaptunk, tehát olyan helyzetekből, amiből hát nem szabadna. És azt tegyük hozzá mindenféleképpen, hogy jó kapus teljesítmény volt azon a mérkőzésen. Tehát ma az oroszok ellen nem volt jó kapus teljesítmény, de nem is volt segítségük, abszolút. Hát ugye ezt pont számolgattuk, ugye, hogy 101 gólt kaptunk a három mérkőzés alatt. Igen, hát és a brazilok ellen a bíró 7 labdát fogott, a januárik 6-ot, de ezekből elég sok zicser is volt, meg igen. Úgy, való védés. Egy normális átlagot hoztak, és így is ugye tényleg az volt, hogy egy tisztes vereség legyen a végén, mert ugye már aztán 9-el is vezettek. Szóval igen, számomra, talán az ott a legtöbb. És ugye az van, hogy számomra is akkor mehetünk tovább szerintem, hogy ugye én, az az én veszőparipám egyébként lehet csak, hogy ott van két beállósunk, és egyszerűen, ha nem tudunk áttörni ezen a brazil falon, akkor miért nem veszük el a 7-6 elleni játékot, amikor van két beállósunk. Most azt, hogy a két legjobb beállós van, de ott az most igazából ebből a szempontból lényegtelen, szerintem nem, de ha már van két beállósunk, és egyszerűen nem tudjuk áttörni ezt a 6-os falat, akkor pontosan ezért nyúl a világ összes normális edzője a 7-6 elleni játékhoz, és megkockáztatja azt, mert már lehetett látni az első 15 percben, vagy 20 percben szerintem, nyilván az első 5 percet leszámítva, hogy itt nehézségeink vannak. Egyszerűen az átlövéseink nem jók, egyszerűen nem találjuk azokat a távolságot, amelyekből gólokat tudnánk elérni. Hiába járhat gyorsan a labdát, ha ez nem effektív, hiába csak kereszteket, ha ezek nem kapura menőek, és szintén nem effektívek, jól néznek ki meg minden, de az égvilágon semmilyen területet vagy tempót nem nyerünk velük, és egyszerűen nem jut senkinek az eszébe, hogy hozzuk le a kapust, és 7-6 ellen támadjunk, hiszen kb. Azért a 15 percről lehetett látni, hogy veszíteni már ezzel nem fogunk többet szerintem, és mégsem próbáljuk meg, és az összes csapat a világon azt mondja, hogy hát próbáljuk meg, tényleg a kiltől kezdve klubszinten, a válogatottakon egyszerűen mindenki megpróbálja, mi ott vagyunk, hogy egyszerűen eszünkbe sem jut. Igen, nekem egyébként ez a Kluivert téma, az majd róla biztos beszélünk hosszabban is, mert itt az orosz meccs kapcsán is azért az egy érdekes téma, hogy jó, hogy teljesít, de nekem két megjegyzésem lenne. Az egyik az az, hogy többen írták, hogy hát az nem Elek Gábor hibája, hogy Kluivert gyakorlatilag a védekezés alap dolgaival sincs tisztában. Ez így van, hiszen ezt neki utánpótlás korában kellett volna megtanulnia, erről nem az a felnőtt edző, tehát aki mondjuk 2-3 év edzi. Ugyanakkor arról igen, hogy akkor nem állítom oda az ellenfél egyik legjobb játékosával szemben kettest védekezni. A másiknak, hogy ugye mondtad, hogy szinte soha nem védekezik, ez így is van, de ha visszaemlékeztek a decemberi Európa-bajnokságra, ugye ott volt egy meccs, ahol ezt próbáltuk, a hollandok ellen ugye kettest védekezett, és ahogy ezt észrevették a hollandok, most nem emlékszem pontosan, de ilyen 6-8 alkalommal egymás után oda mentek gólt lőni, és mindegyik akciójukból gól lett, ami arra ment ki, hogy a ketit kettesben megverjék. Tehát, hogy ez ráadásul egy kipróbált dolog volt, ami nem működött annó, úgyhogy nem tudom, mi volt az a ráció, ami miatt azt gondoltuk, hogy majd most Amorimmal szemben ez egy remek ötlet. Én még annyit tennék hozzá, még nagyon fontos szerintem, és szerintem ezt mind a három nevűben elmutatjuk, hogy a játékosokat nem bántjuk, szóval nem szeretnék, nem a játékosokat kritizáljuk, az tény. Azok a játékosok, akik ott voltak, én nem is mondanám azt, hogy nem tettek meg mindent, szóval nyilván Ketté is megtett mindent ma is például, vagy az összes játékos, ez nem az ő kritikájuk, csak egyszerűen őket hozzuk a lehetetlen helyzetbe, ahol nem tudják a legjobbat hozni, és ez számomra érthetetlen. Szóval vannak itt szerintem egyénileg nálunk gyengébb csapatok, amely csapatszinten nagyon jól funkcionálnak. Lehet mondani akár a svédeket, vagy a spanyolokat például, vagy tehát nem akarom elmondani, hogyha egyenként megnéznénk a játékosok képességeit, készségeit, és hogy hol játszanak természetesen, kivel, milyen edzők alap, vagy milyen csapatokban fejlődnek, akkor nálunk szerintem ilyen szempontból sokkal több gyengébb csapat van. De valahogy mégis tudnak olyan csapatot alkotni, ami vagy a védekezésükkel, vagy a hozzáállásukkal, vagy a küzdőtudásokkal, vagy a gyorsjátékukkal, vagy bármivel ki tudnak tűnni a mezőnyből valamivel, és az az ő erősségük is, emiatt tudnak eredményesek lenni. Nyilván nem mindig, de tudnak pontokat csenegetni a nagyoktól, és ez egyszerűen nálunk nincs így. Tehát én
egyfolytában ugye Danyi Gábor citták itt sokan, amikor Győr edző volt, hogy hát a védekezés nem tudja összeszedni, és nem az igazi. Most az Elek Gábor is megkapja ezt a rossz védekező edző titulust, mondjuk így nagyjából. Hát láttuk, szóval és akkor ilyenkor alá kell írni sajnos, hogy hát akkor mégis mi történik itt? Tehát ugye mindig elmondjuk a közhelyet, hogy a védekezés az 80%-ban akarat kérdése. Akkor miért nem akartuk ezeket a győzelket? Miért nem akarunk mi védekezni? Miért nem akarunk mi széttépni az ellenfelet? Mint ahogy Rosta is mondta a félidőben, hogy ott ki kell menni, szét kell szedni őket, vagy legalább meg kell próbálni, de láttatok ebből bármit is? Mert én nem például, lehet, hogy hátraültem a tévének, de egyszerűen én nem látom azt a küzdeni akarás, vagy azt az átütő erőt, vagy azt a hitet, hogy hát már pedig mi ezt meg tudjuk csinálni, mert ez az orosz válogatott, még egyszer elmondom, azért láttuk, hogy ez nem az orosz válogatott, még olimpiai címvédő, ez nincs nagyjából egy normális edzőjük, most mondjuk így, eddig egy pontjuk volt, és most a legfontosabb meccsükön, ahol kellett, akkor szinte agyonvertek minket. Én megint azt láttam, hogy tehát mint a csapat nem lenne ott fejbe, tehát ugye voltak ezek problémák már korábban is, és ugye az Európa-bajnokságon meg az volt a gond, hogy nem volt konkrét célkitűzés a csapat elé állítva, most ugye van cél, amiért tényleg küzdenek, hogy ugye tovább jutni a csoportból, és valahogy mégis nem látom azt a tüzet, vagy legalábbis a tévén így jön át. Még a első mérkőzés előtt ugye a Háfra Noéminek volt egy nyilatkozata, és akkor ugye mondta, hogy hú, nagyon megerült, hogy látta a Karavaticsot, és akkor anyukáját felhívta, minden, ez oké, de ezzel nincs is probléma, nyilván neki egy példakép, de valahogy így már jobban rá kellene akkor, ha hangolódni így a feladatokra. Ez pont egy példát mondanék, a Szilágyi Áronnak volt egy nyilatkozat a ma délőtt folyamán, és akkor ő elmondta, hogy így a verseny előtt Facebook, Instagram, ő mindent letörött a telefonjáról, csak a családdal kommunikált, tehát ő csak is a feladatára koncentrált, hogy mindent megpróbált kizárni. Hát nem tudom, hogy ez így a kézilabda csapatnál hogy van, hogy mennyire olvassák így a reakciókat, így mennyire olvassák a véleményeket, de én nem látom azt, hogy ugye mindig ott lennénk fejbe, tehát hogy koncentrálnánk, és hát főleg a mai mérkőzésen, az védekezésben is a legjobban láttad, hogy teljesen olyan hibákat csináltunk, hogy mintha nem lennénk ott teljesen fejbe. Mondjad. Ja, csak annyi, hogy én ezt egy kicsit ilyen tyúktojás dilemmának is látom amúgy, hogy ez abszolút így van, amit mondatok, hogy egy idő után, mint egy kicsit ellennénk veszve, de hogy nekem van egy olyan kérdés a fejemben, hogy ez nem attól van, hogy észreveszik, hogy az alapjátékunk nem működik, és egyik meccsen sem működött eddig. Tehát, hogy elkezdjük a meccset valahogy. De várj, gyorsan, te látod, hogy mi az alapjátékunk? Hát nem, de egyébként a brazilok elleni meccsen szerintem az lett volna, amit az első 5 percben játszottunk, hogy gyors középkezdésből megpróbálunk hamar emberfort kialakítani, és akkor abból meg támadásban felálltva ellen az, hogy a kettesekre nagy lendülettel tudjanak érkezni az átlövők. De hogy ezen kívül mi az alapjátékunk, az védekezésben például abszolút nem. De ezt a játékot is, amit ugye a brazilokkal látunk, csak úgy lehetne játszani tényleg, hogy sokkal koncentráltabban, kevesebb eladott labdával, mert tényleg sokszor olyan hajmeresztő passzokat csinálunk, hogy tehát félelmetes, hogy tehát ezt is pontosítani kéne ahhoz, hogy ugye ezt a játékot, amit a brazilok ellen játszottuk, ezt tényleg hosszú távon tudjuk csinálni, de nagyon sok eladott labda, meg technikai hiba van. Tehát voltak olyan passzok, ami tényleg így fél méterrel a játékos, akinek passzolt volna az egyik a másiknak, hogy tehát nagyon mögé, a lábához, tehát ezek ilyen apró, vagy olyan technikai dolgok, amit nem szabadna már ennyit elkövetni. Meg nekem az a furcsa ebben, bocsi, hogy még egyszer a szabadba vágok, hogy nem értem, hogy ezeknek a technikai hibáknak mi az oka, mert ugye arról szoktak mindig beszélni a válogatottoknak, hogy hát nem tudnak annyi időt együtt tölteni, nincsenek összeszokva, de itt azért ilyen probléma nem lehet, mert játékosok 80%-a vagy jelenleg is a Ferencvárosban játszik, vagy játszott a Ferencvárosban, kis túlzással 20 éve ezeket a figurákat játsza, amiket most, hát itt ezekben nem szabad nagy hiba legyen. Egyébként szerintem fontos leszögezni, hogy szerintem ezek nyilván technikai hibáknak van behúzva, de ezek nem technikai hibák, amikor az egyik játékos az, hogy keresztbe jön a másik pedig egy párhuzamos passza számít. Tehát ez taktikai. Hát ezt mondom, igen. Oké, hogy úgy látszik, persze labdaladás, de azért, mert azt hiszi, hogy ő keresztbe jön, közben meg nem keresztbe jön, és ilyenből előfordul minden meccsen, hát láttuk a férfiaknál is előfordul, de nem rendszer szinten, olyan rendszer szinten jön ez nálunk elő, hogy tényleg
15 eladott labda, tehát ha MB2-ben van 10, akkor már hétkedre nem kell vinni labdát az edzésre kb. Vagy érted? És itt pedig olyan szinten jön elő, hogy szinte ezzel élünk együtt, hogy hát benne van a játékból, de miért van benne? Hát nincsenek olyan játékelemek, itt tényleg minden játékos ismeri az összes játékelemet, ebben biztos vagyok, hogy itt nem kell senkinek se feltalálni a spanyol viaszt. Az alapjátékelemek adottak, azokat már nagyjából 12 éves korukban az összes játékos ismeri, vagy 14 éves korukban, csak más a nevük, ugye, és itt mégis olyan szinten jönnek elő, hogy azt mondod, hogy itt van az, amire egyébként az előbb akartam utalni, hogy miért van ez. Ugye volt egy Európa-bajnokság, ahol pontosan ugyanezeket láttuk, ugye? Legalábbis én így emlékszem. Ugyanezt a káoszt, ugyanezeket a leszegett fejeket, az egész ugyanez volt szerintem. És akkor jött a olimpiai selejtező, ahol tényleg aggódtunk egy kicsit, és aztán a lányok úgy lehozták, és Elek Gábor is, hogy csak csettintettünk, és akkor mindenki úgy volt vele, én legalábbis úgy voltam vele, hogy hát na jó, oké, akkor lehet, hogy az EB volt egy kiugró negatívum, és a selejtezővel már csak felfelé megy az egész. És akkor volt ugye Juhász István, meg nyilatkozata, meg sportpszichológus, meg külön tesztelnek mindenki, és akkor az volt, hogy így ültünk a gép előtt, hallgattuk ezeket a érdekességeket, és akkor elhittük, hogy hát akkor itt valami megmozdult, és elhittük, hogy ezek a lányok, vagy ez a csapat, ez többre is képes. És szerintem így mondtunk neki az olimpiának is, hogy oké, hogy nehéz csoportban vagyunk, de igazából könnyű nem nagyon van, de azért ugye ha azt nézik, hogy hat csapatból négy továbbit, akkor azért az nem egy lehetetlen küldetés. És aztán jött az olimpia, és még a franciák ellen is ugye, még úgy voltunk vele, hogy jó, hát azért mégiscsak egy VB ezüst csapat, meg nem tudom. És aztán most két mérkőzés óta ugyanaz megy, mint az Európa-bajnokságon, és nulla darab előrelépést látok, nulla darab taktikai, vagy bármiben, hogy előrébb értünk volna az Európa-bajnoksághoz képest, ami fél éve volt. És nem értem, hogy ez hogyan történhet meg, és akkor tényleg érdekes, sajnos, és dühítő, mert erre nincs jobb szó, mint amit ma látunk, az dühítő volt, amit a brazilok ellen látszunk, az dühítő volt, amit a franciák ellen láttunk, az maximum csalódottság volt, de ugye már a norvégok elleni 10 is egy felkiáltó ennek kellett, hogy legyen, a brazilok elleni edzőmérkőzések pedig hát az egy nonsense kategória szerintem. Mit szólnátok ahhoz, hogyha kicsit posztonként is végigmennénk az eddigi teljesítményen, és akkor úgy álltunk tényleg az általánosabb problémákra, és ugye a kapusokról már beszéltünk, hogy ahhoz képest, hogy egyáltalán semmi segítséget nem kapnak, azért 3-ból 2 meccsen tudtak hozni egy extra teljesítményt, én itt még annyit emelnék ki, hogy nekem ezen a mai meccsen nagyon-nagyon feltűnő volt, hogy nincs meg a bizalom a kapusok részéről a védők felé, mert Bíró Blanka például rendszeresen védett be a sánc mögé, ami nekem egy picit arra utal, hogy ő azért nem teljesen bízik a belső párosomban, a 2-3-as védőben. Hát igen, szóval itt nagyjából megint csak azt mondom, hogy MB2-től fölfelé nagyjából megvannak ezek szabva, ugye megvannak azok a lövőfolyósók, ahol a kapusnak kell lenni, megvannak ezek szabva. Egyébként érdekesség, hogy Németországban máshogy sáncolnak például a játékosok, de ez csak megbeszélés kérdése, ugye attól fő, hogy a kapusnak hogy áll. Ugye itt általában úgy van az egyenes a sánc, vagy tehát meg lehet beszélni az egyenes a sáncia, visszaudott a kapus, vagy fordítva, azért nyilván a mérkőzés közben ez nem olyan egyszerű, de itt tényleg az lehetett látni, hogy ugye mivel nulla védekedés van egyet a Blankának nagyjából, vagy a Janurikigának, dönteni kell egy 50-50-ben, de azért olyan játékosok ellen játszik, mint az Amorim, vagy itt egy világklasszis játékos, akik azért ezt észreveszik, és tudják, hogy hova kell ülni. Ezért lenne jó egy olyan védekedést kialakítani, ha már csak sáncolunk, ugye az edzői tanfolyamok első óráján veszek, hogy a sánc az utolsó védekezési akció, amelyet el tudsz követni. Mert ugye nem, a sánc az nem jó. Ki kell menni, és le kell védekezni szinte. Ez lenne az alapvető, de hogy a sáncolás az utolsó, amit megtesz, de ha már sáncolsz, akkor már lehet úgy sáncolni, hogy a lövőfolyósóval löveted azt a játékos, ezt tudatosan lehet csinálni, és oda mennek a kapusok. És ez nálunk nincs meg, mert egyszerűen nem látszik tudatosnak ez a sáncoló tevékenység, és ezáltal a kapusoknak sincs meg az a bizonyság, hogy oké, én oda megyek, ahova kellene, de akkor oda biztos, hogy nem lövök vissza a labdát, már pedig visszalövik a labdát ugyanúgy, mert nincs sánc nagyjából. És ez, ugye beszéltük ezt egyébként az olimpia előtt is, hogy igazából Bíró valószínűleg az első számú kapus lesz, ez így is van, Janőrök Szikora pedig a úgymond másodhegedűs, hát igazából szerintem rajtuk semmi nem bulik, én nem is értettem a Vargákos mai kifakadását, egyszerűen olyan szinten fogalmatlan az ember, hogy hihetetlen, szóval
passzívnál oda megy zicserben nagyjából az átlövés, belövi, egy pattintva, és azt mondja, hogy hát ez lehetett volna védeni, hát próbáld meg, öregem. Szóval egészen elképesztő, de ez most egy másik téma egyébként, a Varga Ákos, mert az a baj, hogy nem tudunk Varga Ákos miatt bosszankodni, mert itt van a magyar válogatott, aki miatt főleg bosszankodunk. Igen, meg most egyébként eszembe jutott itt a kapucsok kapcsán, ugye a brazil mester még egy nagy topikja volt, ugye, hogy Arenhart mennyit védett ellenünk, és ugye, ez azzal lett magyarázva, hogy hát igen, ő nagyon ismeri ugye a magyar játékosokat, ami biztos így van, csak nekem azért ebben az a furcsa, hogy ennek valamilyen szinten kölcsönösnek kellene lennie, tehát hogy mi nekünk is ismernünk kellene azt, hogy mondjuk neki mik a gyengébb pontjai, vagy hát egyáltalán készülni arra, hogy ő miből készül, de ehhez képest azt látjuk, hogy szegény Barbara Arenhart ahány helyen, ahány meccsen találkozunk, gyakorlatilag mindig 50%-a védelmünk, ugye ugyanez volt a Fradi Budućnost párharcban is, hogy mind a két meccsen. Ebben teljesen igazad van, de igazából itt vannak olyan alapvető szituációk, mondjuk a Háfran Noéminak volt, azt hiszem kétszer is, bocsánat, hogy ugye szemafornak nevezik ezt, amikor ugye kézzel lába ugye előre ugrik, és ebbe belelőjük. Szóval ezt szintén oktatják már, hogyha így ugrik ki egy kapus, akkor ejtsd meg, vagy tedd a lába közé, de ne abban a sávba lőjél természetesen, hogy jön ki ugye, széttárt karokkal, lábakkal, ebben a sávba tilos lőni, és ez is jelenti számomra, hogy biztos vagyok benne, hogyha megkérdezem mondjuk Háfra Noémit, hogy hova kéne lőni, akkor tudná, hogy hova kéne lőni ezt a labdát, de nem oda lövi, és ez szintén ott tartunk, hogy szerintem fejben nem vagyunk ott. Tehát én biztos vagyok benne, hogy mindenki tudja, hova kéne lőni, de mégsem oda lőjük, és telibe lőjük tényleg, és nagyját tesszük, egyébként kiváló kapusról beszélünk, nem is erről van szó, de igen, ez maga a másik, ugye, de Tele Gábor tényleg panaszkodott rengeteget amúgy, hogy elmondta, hogy hova ne lőjünk, és csak oda lőttünk, szóval voltak olyan lövéseink, amelyet két kézzel fogott. Hát ilyen a világon nincs. Nem is egy, hát az átlövések egy jelentős százalékát védtek. Hát igen, nem akartam, igen. Hát 30%-kal lőttünk a távoli zónából a brazilok ellen. Tehát a többit azt az Arenhart azt lehúzta, mint a repkét, szóval azért az elég rossz százalék. Na, de akkor haladjunk is kicsit tovább a posztokban. Ugye azt gondolom, a szélsőink azok, akiket nyugodtan lehet dicsérni, mind Sasszőnek, mind Lukásnak vannak kihagyott helyzetei, de utána gyorsan javítanak, és azért ha nagy egészében nézzük a számaikat, azok azért nem rosszak. Tehát szerintem a szélen meg vagyunk igazából. Hát amitől féltünk kicsit, ugye egy Lukács Viktória formája mondjuk, hogy ingadozó volt, ő szerintem a legjobb játékosunk egyébként, szerintem, ő abszolút stabil hozzá. Az nyilván hibázik, de hát ugye ki nem hibázik, szóval ő szerintem még a nagyon jó közé tartozik abból a magyar válogatottból, és szerintem a bal szél is gond. Szerintem, ha megnézik a statisztikát, most nincsenek előttem a szélső statisztikák, szerintem egy átlagon felül hozzuk egyébként. Szóval kicsit kevés az indulásunk, de ez ugye abból is fakad, hogy nincs védekezésünk, ezért nincs labdánk, amiből indulni tudnánk, csak középkezésből, ami meg nem az erősségünk sokszor. Úgyhogy szerintem a két szél, vagy három szél, azt szerintem rendben van, és még arra se kellett, lehet, nem emlékszem, de talán nem is volt arról szó, hogy Kluiber talán jobb szélen volt, ugye? Tehát még erre nem volt, nem emlékszem, hogy lett volna. Nem, szerintem sem. De még ez ugye jöhet, de Lukács formája abszolút biztató, és a két másik szélső is szerintem abszolút a jó közé tartozik, szóval itt nincs gondunk. Akkor menjünk is talán tovább, ugye egy sokkal érdekesebb pozícióra, ugye jobb átlövő, Kluiber Katrin, Kis Nikolett és Tomori Zsuzsa, ugye, akik ezen a poszton vannak a keretben nevezve, és hát ugye itt Kluibernek a teljesítményéről kell leginkább beszélni. Azért az nagyon-nagyon érdekes, hogy ő ugye eddig ezzel együtt három felnőtt világversenyen szerepelt, és azért azt lehet látni, hogy neki válogatott szinten valami nagyon-nagyon nem áll össze. Tehát, hogy mind a három versenyen ugyanerről beszéltünk, hogy úgy érkezett a klubból, hogy számolatlanul szerezte a gólokat, és valami nagyon-nagyon nem működött. Tehát, hogy nem tudom, hogy ő esetleg fejben nem tudja ezt a terhet elviselni, amivel egy ilyen válogatott torna jár, vagy mi lehet a gond, mert hogy azt látjuk, hogy nem csak, hogy rossz százalékkal lő, ami ezen az olimpián egyébként így is van, az első két meccs után 14-3-mal állt, ha jól emlékszem, ami egészen brutális, hanem az, hogy egyszerűen vállalkozni sem mer nagy részt.
szerintem neki elég hamar is elmegy az önbizalma. Tehát ugye próbálkozik, a első néhány lövése ugye nem jön be, utána görcsössé válik, nem bízik már annyiba magába szerintem, mint például ugye Lukács Viktoriánál említettük az elébb, hogy egy lehetőséget véletlenül ugye elpuskázik, akkor a következő 1-2-3 után aztán jönnek a gólok, de Klubernél ez valahogy nincs meg szerintem. Jó, mondjuk ma a heteseket elég jó százalékkal értékesítette, de tehát így a mezőnyből tényleg nagyon rossz százalékkal lő, és ugye mérkőzésről mérkőzésre ugye gyengébb-gyengébb teljesítményt nyújt, és ez az önbizalmának biztos, hogy nem tesz jót, úgyhogy a hátralévő két mérkőzésen, hát nem tudom, hogy tud-e majd ezeken a számokon javítani. Hát én visszamennék egy korábbi témára egyébként, mert ugye Kovács Annát sokan bekövetelték ebbe a válogatottba, és Kovács Anna nincs ott a válogatottban, a keretben sem volt benne, és ugye az volt az indok, vagy hát én szerintem az a logikus indok erre, hogy ugye a válogatottban már többször megkapta a lehetőséget, és nem tudott vele élni, és rossz formában kézlabdázott, és közel sem volt ahhoz a teljesítményhez, amelyet a klubjában nyújtott. Na, akkor a kérdésem az, hogy Klubel Katrin mit keres tulajdonképpen akkor ebben a válogatottban, mert ez alapján őnek is lenne itt a helye. És én nagyon szeretem a Kettit, nagyon szimpatikus játékos, de az, hogy jobb átlövőként szinte végigjátsza a mérkőzéseket, és lő egy-két akciógolt, szerintem ez nem elegendő ahhoz, hogy valaki a olimpián a válogatottban legyen, szerintem. És akkor itt lehet ezért utálni engem, meg szétszedni a fradistáknak, de én ezt egyszerűen nem értem, hogy az egyiknek ugye lehet ott lenni, és ugyanúgy már három világverseny óta, ha nem is azt mondom, hogy betli, de nem hozza azt, amit tudna egyébként, oké, hogy heteseket belővi, de hát na, azért nem azért tartunk egy balkezes jobb átlövőt, hogy a heteseket, csak hogy heteseket lövöldözze, és mégis ott tartunk, hogy és akkor mit megint visszatérnék Varga Ákosra, akinek ennyi fogalma van az egészről, hogy azt mondja, hogy Klubel Katrin volt ma a mérkőzés legjobb, szóval ez botrány, ilyen nincs. Bocsánat. Nem, egyébként én teljesen egyetértek vele, tehát szerintem Klubernek jelenleg a válogatottbeli szereplésének nem sok indoka van, és ráadásul úgy, hogy látjuk, hogy nem megy neki, és így sem cserél a Gábor. Tehát, hogy egyáltalán nem kapott például Kisniki sem lehetőséget érdemben ezen a mérkőzésen, vagy akkor Tomori jöhetne többet támadni, vagy bármi, de hogy ez most... Védekezheti is emellett, amit igen. Nem tud. Igen. Egészen félelmetes. Szóval ugye Klubernek a gyenge játékából adódóan ugye a brazilok ellen Tomori próbáltuk így a végén játszani a jobb átlövőbe, az elég jól mennek, hiszen 4 lövésből 4 gólt szerzett, tehát szerintem őt is lehetett volna többször foglalkoztatni támadásban. A másik, ha meg egyszer már legjábor Kisniki mellett szavazott, hogy akkor őt is kivisz a jobb átlövőbe. Ilyen helyzet, amikor tényleg Klubernek annyira nem ment már a játék, hogy őt jobban foglalkoztatni, de például a brazilok ellen is pályára lépett, 2 lövéssel, elrontott, utána már ment is le, és ennyi volt neki, azt hiszem, ott a mérkőzésen a szereplése, úgyhogy szerintem ott lehetett volna jobban variálni. És hogyha menjünk egy kicsit a pályán beljebb, akkor ugye jönnek az irányítók, itt ugye 3 játékos neveztünk a szűk keretbe, Kovács Csanikó ugye rögtön az első meccs után ez is búcsúzott a csapattal, hiszen a hétfői edzésen rásérült korábbi váll problémáira. Hát ugye ez megint egy érdekes kérdés, mert én nagyon sokan beszéltünk arról, írtunk arról, hogy azért van kockázat abban, hogy egy félig egészséges játékost kiviszünk, mert hát ki tudja, hogy egyáltalán mennyit tud segíteni, illetve ha rásérül a korábbi problémájára, akkor az még nagyobb gond lehet, és hát ugye a mai napon Szucsánszki Zita is válsérülést szenvedett, úgyhogy egy irányítóval, az eddig egyébként szerintem egészen remekül teljesítő Vámos Petrával maradtunk az utolsó 2 mérkőzésre. Az már egy zárójeles megjegyzés, hogy azért így eleggából akarva akaratlanul a saját csapatát is igen nehéz helyzetbe hoztam, mert a Fradinak a 2 kezdő irányítója, vagy hát a 2 meghatározó irányítója az úgy néz ki sérülten fogja kezdeni a szezont. Hát ez nagyon érdekes. Bocsánat, ugye erről már rengeteget beszélgetünk már a sérülés óta, és ezen tanakodtunk, hogy mennyire kell Kovács Anikot kivinni az olimpiára. Én amellett voltam ugye, hogy ha nem 100%-os, akkor semmi esetre sem. Le lett nyilatkozva, hogy mégis, meg nem is, meg ugye nem tudtuk. És ilyenkor azért elgondolkodom, hogy mennyire hiteles az orvosi stáb, amely azt mondja, hogy rendben van Kovács Anikó válla, és zöld utat kap, és aztán mégis csak egy meccs után haza kell mennie, vagy hát ugye kiesik a csapatból, és nem tud segíteni, és valóban pedig vannak egészséges irányítóink itt azért, és tehetséges irányítóink otthon.
Szóval, és hát igen, ez a tipikus öngól eset egyébként, mert ugye itt azért nem csak az olimpiára kell gondolni, egyrészt a játékos, egyrészt szerintem a legeslegfontosabb ilyen esetben természetesen a játékos egészségi állapota, hiszen ha jó esetben esetleg fél évet vagy egy évet kell kihagyni, rossz esetben lehet, hogy ennyi volt a pályafutása, mert ez egy válsérülés, azért ez nem egyszerű, és akkor feltetjük a kérdést, hogy megérte elkockáztatni, egy olyan lépés megtenni, amelyre mindenki felhívta az emberek figyelmét, hogy ez így nem biztos, hogy jó lesz, mert nagy benne a rizikó. Meglépték, rendben, értem, emberileg teljes mértékben megértem, ezzel nincs gond. Egyébként szerintem Vámos Petrával abszolút nincs gond. Nyilvánvalóan nem ő, tehát ha mondjuk pár év idősebb lenne, akkor nyilván optimális lenne, de az a fiatalos rendület szerintem abszolút helyén van, és szerintem segíteni fog a csapaton. Szucsánszki a sérülése pedig, hát abban azért az nem volt benne szerintem a pakliban, vagy legalábbis én nem tudtam róla, hogy válsérülése lenne, vagy ilyesmi, hogyha ez átsétnál jönne elő, akkor tudtunk, de ez újdonság, úgyhogy reméljük, én nem tudom mennyire komolyék, én nem tudom, mit olvastatok erről, hogy ez most játszhat-e, vagy ez azért nem annyira veszélyes, mert azért nem ugrott ki nyilván, szerintem annyira nem. Ele Gábor azt mondta, a meccs után Ele Gábor azt mondta, hogy hazautazik. Tehát, hogy erről már lemaradtam, hát akkor ez mindenféleképpen szomorú egyébként. Akkor jól értelmezem, akkor Helen Bayi jön, ugye? Igen, valószínűleg. Tehát akkor semmi akadás nincs, még inkább a hétfőn játéknak, de ez más kérdés. És még kettesben is van egy jó védekező játékosunk egyébként, mert azért szerintem ugye beszéltünk arról, hogy Vámos abszolút védekezőben szerintem nagyon jól megállja a helyét ott kettesben. Úgyhogy hát itt most ott tartunk tényleg, hogy a Fradinak nem lesz irányítója egyébként, ami aggodalomra ad okot, hiszen azért ott van a bajnokság és a bajnokligája, és hát ilyen nem tudom, hogy akarnak-e egyáltalán még játékos igazolni, vagy tudnak-e, mert hát ilyenkor azért nem lehet, de ez megint egy más kérdés, erről majd beszélgettünk. Hát és akkor itt van a magyar válogatott, hogy azért mégis a fontosabb, mint a Ferencváros, és hát nincs most ugye cserélési lehetőség nagyon. Úgyhogy igazából én azt mondom, hogy az irányító játékosainkat nem is nagyon lehet igazából értékelni, hiszen mindegyik úgy kapott szerepet, hogy nem volt egyértelmű a szerepe számomra, és igazából az egész csapat úgy lehet inkább értékelni, mint tehát, hogy elől azért lövöldözik a gólokat, tehát elől nincs akkora gond, de azért védekezésben nem mindenki tette úgy hozzá magát. Ugye bal átlövőben szintén két ember, Háfra Noémi és Zárcsik Szandra. Most Háfra szerintem nem játszik rosszul ezen az olimpián, vannak hibái, de szerintem ahhoz képest, amit tőle várhattunk, ez egy picit pozitív meglepetés, hogy azért sok jó megoldás van támadásban. Zárcsik viszont talán picit visszaesett ahhoz a teljesítményhez képest, amit mondjuk az Erdén vagy az olimpiai selejtezőn láttunk tőle. Abszolút egyetértek. Ugye Háfra Noémi szerintem abszolút pozitív, számomra pozitív meglepetés egyébként, mert ugye volt egy rossz hát éve, mondjuk így szerintem, és azért ahhoz képest szerintem ugye rengeteg képercet is kiharcol, 7 méteres, gólokat is lő, az, hogy neki van a legtöbb eladott labdája, nagyjából az Ácsikkal, ugye a két balát lőnek, azért ez nagyjából szintén az a rendszer hibához vezethető vissza, hogy valami nincs rendben fejben szerintem, de én úgy gondolom, hát és ez a gond egyébként, ha belegondolunk, mint senkivel sincs gond eddig, ugye, és mégis ott állunk ahol, szóval ez azért, akkor kivel van a gond? Nem tudom, Dani, te mit gondolsz erről? Hát így igazából a csapat egészével vannak problémák, tehát valahogy össze kéne gyúrni az egészet úgy, hogy mindenki hozzáteszi, amit tud, és akkor nyilván jobbak lennénk, de tehát nincs igazából olyan vezéregyéniségünk, aki most jelen pillanatban ebből a keretből, hogy képes mérkőzést eldönteni. Tehát csapatként kellene szerintem sokkal jobban előre lépni ahhoz, hogy itt a hátralévő két mérkőzésen meg legyen esélyünk. Ugye én mondtam is az olimpia előtt valamelyik műsorban, hogy én bízok abban, hogy a csoportmeccseken kifogunk egy olyan napot, ahol tényleg az egész csapat a tudásának a maximumát fogja nyújtani. Hát ezek után ez így kicsi rá az esély, nem csak az elért eredmények miatt, hanem... Én biztos vagyok benne, hogy valamelyik meccsünket megnyerjük, valamiért ezt így állítom egyébként. Csak ugye a probléma az, hogy most már kétszer kéne úgymond... Hát igen, tehát kevés lenne. Igen, most már azért most már úgy alakulnak az eredmények, hogy nagyjából mi vagyunk az egyetlen nulla pontos csapat. Meg azért ez, hogy
három irányítóból kettő kiesett, ugye két legrutinosabb játékosunk, hát ez is elég nagy érvágás, nyilván Vámos Petra szerintem a válogatott egyik legjobb teljesítményt nyújtotta az elmúlt három mérkőzésen, hát azért mégiscsak mi nagyon fiatal, nincs akkor rutinja, még két nagyon nehéz mérkőzés előtt áll a csapat, és nyilván kell egy opció, hogyha neki esetleg egy kis pihenőre van szükség, akkor ki lenne az, aki tudná irányítani a válogatottat. Tehát így nagyon nehéz helyzetben vagyunk, hogy ugye három irányítómból kettő kidőlt. Ez az egyik, meg ugye a felkészülési mérkőzéseken próbáltunk egy olyat játszani, hogy három irányítóval. Abban szerintem voltak biztató jelek, de hát ugye nyilván ez már kuka, mert ezt már nem tudjuk elővenni. Egyébként sokan mondják, hogy ez a kétirányítós játék, így én úgy gondolom, hogy ha klubban a pályán van, akkor az eleve kétirányítós játék, hiszen ő nem egy klasszikus átlövő, hogy nem arra fogunk alapozni, hogy ő abszolút megemelkedik és bebombázza. Ilyenre is van példa természetesen, de ugye ő inkább az üdömbikusságára épülne az egész. Szóval ha ő ott van a pályán, akkor eleve két irányítós játék van szerintem, klasszikus átlövő nélkül. Ugye most ez megváltozik, hát a bal átlövő poszton mindenféleképpen van, és azt szerintem úgy gondolom, hogy Háfra abszolút el tudja vinni ezt az irányító posztot egyébként, ha be kell segíteni. Sőt, egyébként, akkor már visszatérve, akár meglepetnénk kicsit a világot azzal, hogy Kluber kapcsolatban lehet irányító esetleg, készítgethetne, nem lenne akkor a teher rajta szerintem. Balkezes, ami azért nem annyira megszokott ezen a pozícióban, és akkor Kisnik is kapna több szerepet, szerintem ebben lenne egy ráció, de nem tudom, ez meglépjük-e, úgy lett, jó lenne. Én meglépném, az biztos, mert igazából veszítem, már nem nagyon van. Egy pozíció maradt még ugye a bellós pozíció, ahol ugye szintén két játékos van a szűk keretben nevezve, Bordás Réka és Kisfaludi Anett. Na hát most az egész poszt elég kérdéses, de nekem azért utóbbinak a szereplés az még inkább, ezen a meccsen már Elek Gábor is feltett azt a kérdést, hogy tulajdonképpen mit is csinál védekezés címszóval. Szóval hát itt azért ezen a poszton elő-hátul óriási gondok vannak, ami picit meglepő, mert hogy a felkészülési meccsen úgy tűnt azért, hogy némi előrelépés mutatkozik ahhoz képest, amit mondjuk az elmúlt időszakban láttunk. Hú, hát én itt szigorú vagyok, nem csak azért, mert ebből jöttem a diplomadolgozatomat egyébként, meg magam is beálló lettem volna, nyilván nem ilyen szinten, de van némi rálátásom az egészre. Ugye előbb ott kezdődik, hogy szerintem nem a két legjobb beállós került ebbe a keretbe, és akkor megint ott kezdődik, hogy az Európa Bajnokság a hármas védőben nem kudarcot valló, és akkor is szerintem még egész jól fogom, tehát igazából szerintem a beálló poszton, az EB-n nem voltunk rosszak ahhoz képest, hogy egyébként mindig arról beszélünk, hogy nyilván szerint Kulcsányit az fogható játékosunk nagyon régen nem volt, és nem is lesz egy ideig ezen a poszton, de igazából nem is kell mindenkinek Kulcsának vagy Lőkének lennie. Számomra az is elég, hogyha ők zárással, helyezkedéssel segítik a kintiek munkáját, úgymond, és ennek ellenére úgy gondolom, és ezt már elmondtuk, hogy nem a két legjobb álló kerül be, ezt továbbra is fenntartom, és ez szerintem be is bizonyosodott. Én úgy gondolom egyébként, hogy Bordás Réka nem okoz csalódást szerintem, mert amit hozott, szerintem tőle ezt vártuk. Kisfaludi viszont valami, hogy is fogalmazzak, szóval nem a megfelelő a posztra, és akkor tényleg telefonon fogalmaztam, szóval az, hogy egy hármas védőnek van kicsit titulálva tulajdonképpen, és tényleg nagyjából az összes gólunkat ott kapjuk, ahol ő van, ráadásul én nem akarok hazudni, de három meccs előtt talán három gólt, vagy négy gólt, és egyszerűen számomra félelmetes, hogy a válogatottnak ilyen játékosai vannak, és holott olyan játékosok vannak otthon, vagy a keretben, mondjuk a Helenbaj, vagy Tóvizi, akiknek jóval nagyobb szerepe lehetne ebbe a válogatottba, és szerintem sokkal többet tudnának segíteni, és még sincsenek ott, és erre nincs épeszű magyarázat. Szóval ezt nekem senki nem tudja megmagyarázni, hogy miért van ott Kisfaludi, és miért nincs ott Tóvizi, vagy Helenbaj. Én meg tudom neked magyarázni, és akkor most én is bevállok egy olyan mondatot, amiért majd megtalálnak minket, de Kisfaludi azért van ott, mert a Fradiban játszik. Tehát erre nincs más magyarázat, hogy mi szó mellett az által is említett két játékossal szemben mondjuk. Dani? Hát igen, tehát ugye ezt beszéltük már, vagy lehet, hogy pont én mondtam, hogy valószínűleg nem ezen a poszton fogunk mérkőzéseket nyerni majd az olimpián beállóból. Hát nyilván ugye Kisfaludinak a csapatba való, hogy is mondjam, ugye
lehetősége, az ugye megbeszéltük, hogy miért van, de nyilván még ott van Hellenbay Fanny, aki most már friss erőként lehetőséget kaphatna, vagy majd meglátjuk, hogy mennyi lehetőséget fog kapni. Szerintem azért ő a korábbi mérkőzéseken jó teljesítményt nyújtott. Ugye most a következő mérkőzésen már ő is ott lesz a keretben, csak majd kérdés tényleg, hogy mennyi szerepet fog kapni így Kisfaludy mögött. És megint hozzátenném, hogy nekem Kisfaludytól az égen semmi bajom nincs. Egy aranyos lány. Tehát nekem, tehát őt nem őt kritizálom ezzel, de mert ő biztos vagy benne, hogy mindent megtesz. Szóval ezt azért abszolút ki szeretnék hangsúlyozni, de aki játszatja és aki ezt nem látja, annak a felelősségét firtatom, hogy ő hogy gondolta. Igen, tehát ez a teljesítményt, amit ő nyújt, az kevés ide. Tehát szerintem ezt be kell látni, hogy kevés ide lenne. Egy magyar B-válogatott, aki tényleg, mit tudom én mondjuk, játszana a mérkőzéseket, oda beférne. De szerintem jelen pillanatban ebben a válogatottban, tehát olimpián, vagy az Európa-bajnokságon is, vagy mutatott, az ide kevés. Nincs meg más statisztika, de összeszámoltam a gólokat egyébként az NB1-ben, hogy ki hány gólt lőtt. Hát Kisfaludy az első, nem tudom hányba van benne, az összes többi beállós, és akkor még hozzáteszünk 15 beállót az NBA-ben, ők is több gólt lőttek, mint ő, és nyilvánvalóan nem csak gólokról szól ez a poszt, mondom, még egyszer elmondom, ebből írtam a diplomadolgozatom, ezért vagyok teljesen kritikus ezzel szemben, de én nem látom azokat az elzárásokat, azokat a helyezkedéseket, azokat a védekezőnek, főleg nem látom, hogy mi indokolja azt, hogy ott van. Szóval számomra ez csalódás olyan szempontból, hogy valóban, ahogy Martin mondta, voltak olyan jelek, amelyek azt mondta, hogy jó, hát sőt, igazából azt is kijelentetjük, hogy szerintem a Fradi bajnokok címében is volt abszolút oroszlán része, szóval szerintem azt sem lehet tőle elvitatni, de ott se jó a kezdő beállott, és van egy német Benke, aki szintén nem adja a gólokat, de rengeteget segít a csapatának, és ezt én nem látom itt, pedig pontosan egy olyan válogatottunk van, amelynek ha már nem is két beállóval jártunk két hatal ellen, de egy beállóval is rengeteget lehetne segíteni, zárásokkal, elzárásokkal, helyezkedésre, és most önmagamat ismétlem, szóval lehetne ezt sokkal tudatosabban használni, de ugye ez szintén köztudott, hogy elegával nem a beálló játékosok trénere, mondjuk így, tehát egyetlen momentum sem emlékszem, hogy abszolút tudatosan használtuk volna bármikor ezt a pozíciót, és ez gond egyébként, mert egy rendkívül fontos pozícióval van szó, és mégsem tudunk azzal élni, hogy legalább megmondjuk, hogy ennél játékában oda helyezkedj, és akkor így zár, hogy lövőkész felől csinálj egy zárást, és hogy tempóerőnyt szerezzünk, és tényleg itt megint csak azt mondom, hogy egy középszintű NB2-es edzőnek is nagyobb rálátása van a beállós játékra sajnos, mint amit láttunk most az olimpián a magyaroktól. Engem csak az dühít nagyon, hogy olyan dolgokról beszélünk folyamatosan, amik a tévén keresztül hónapok óta, évek óta látszódnak, és akkor miért van az, hogy ott van három ember a padon, akik elméletileg szakmájukban kiválóak, és ők ezeket nem veszik észre. Tehát, hogy... Igen, mert ilyenkor az van, hogy persze, hát menjünk oda és próbáljuk meg igazából, mert mindig ez van, hogy kik vagytok ti, hogy itt okoskodtok, de ezek olyan dolgok, amiket még csak mindennapos szurkolónak se kell lenned, hogy lásd, hogy itt, meg ott probléma van. Ugye mindig elmondjuk, hogy azért nem kell Oscar-díjat nyerned semmiből, hogy el tud dönteni, hogy a film tetszik, vagy nem tetszik, vagy mi a hibája, ugye itt is ugyanaz van. Nem kell tudnék lenni az, hogy lássuk, hogy a védekezés katasztrofális, nincs lerohanásunk, nincs tudatos játékunk, nincs kapus és védekezés közötti kapcsolat, és még sorolhatnánk 15 ilyet, ami nincs sajnos, vagy nem megfelelő. És akkor meg kell kérdezni, hogy tényleg abban a 6 hétben ott mi folyt a felkészülésben. Mert értem én, hogy fontos dolog a magyarságtudat, illetve nem értem, vagy hogy miért fontosabb egy magyarságtudat kialakítása, mint mondjuk, hogy normálisan felkészülik az olimpiára. A magyarságtudat az fontos, persze, csak szerintem ez egy borzasztó rossz ilyen kommunikációs bomba, amit így el lehet sütni, hogy kiment. Igen, fontos, persze, de nem a legfontosabb. Tehát nem, csak azt mondom, hogy ez egy ilyen kommunikációs bomba, amit így el lehet sütni, hogy hát erősítettük a magyarságtudatot, mondjuk zárójelen, én is voltam Erdélyben, meg szuper hely tényleg, tehát hogy ugye ez rendben van abszolút, csak hogy meg így értjük az egésznek így a szakrális mi voltát is, csak azt gondolom, hogy egy olimpiai felkészülésben mondjuk az ilyeneknél vannak fontosabb szempontok. Mert nem gondolom azért azt sem, hogy ez úgy működik, hogy így a játékosok előtte nem tudták, hogy ők egy magyar válogatott
Igen, majd kimentek, és rájöttek. Tehát felszálltak a buszra, és így megszületett a fejükben a gondolat. Tehát, hogy valahogy ez így nálam nem jön át, hogy ez így történt. De nyilván ez egy ilyen felszíni probléma, tehát itt azért sokkal komolyabb gondokról van szó, amik már nagyon messzire vezetnek, meg ami picit átvezet minket arra, amiről egyébként nem terveztem sokat beszélni, mert szerintem tényleg nagyon rágtuk már, hogy mennyire hiányzik így az önkritika a szövetség vezetői, a szakmai stáb részéről. Ugye a szövetség is ilyen szereplés közben éppen azzal foglalkozik, hogy róluk egy-egy sajtóorgánum mit ér, és akkor erről adnak ki hosszú közleményeket 1300 millió embernek az aláírásával. Szóval tényleg azt lehet látni, hogy itt gyakorlatilag nincs új a nap alatt. Tehát, hogy lehetünk akármilyen rosszak, akárhány világversenyen, itt ez egy ideig még így fog kinézni. És akkor nem akarok most ilyen nagyon rossz hangulatban adást befejezni, csak hogy azért ez rossz látni szerintem a magyar kézilabdája szorító emberként. Ja, azt mondtam, nem régében, bocsánat, hogy bízunk benne, hogy ez a két meccset megnyerjük, de ha nem nyerjük meg, akkor úgy kell leszállni az egész csapatnak erről az olimpiai gépről, hogy Elek Gábor már nem szövetségi kapitány, sőt, úgy kellett volna eleve kimenni, ugye, hogy már tudjuk, hogy ki lesz a szövetségkapitány a következő 5-10 évben, mert ez egy normálisabb vezetésű szövetségben ez így működik. Azt tudjuk, hogy a magyar kézilabdaszövetség nem tartozik közéjük, és ezzel tényleg nem akarok itt senkit megbántani, de ismerjük ugye Pálinger Kati és Kisner Erika verbális álmafutásait a televízió képernyő előtt, amely egyszerűen vállalhatatlan, de mégis itt vagyunk, és lenyeljük, mert egyszerűen nincs, tényleg az van, hogy tehát én bárcsak olvastam volna bárha, hogy bocsi, elrontottuk, bocsánat, lehet, hogy nem kellett volna kirúgni Rasmussen-t, lehet, hogy mások kellett volna dönt, lehet, hogy erre az időre, amíg a Covid volt, lehetett volna másik szövetségkapitányt keresni, lehet, hogy nem volt jó dolog két egyenrangú szövetségkapitány, lehet, hogy mégsem volt jó, hogy hierarchia van is, és az Elek Gábor dönt mindenről, lehet, hogy el kellett volna gondolkodni a keretőszeretésre, hogy ne tényleg 80%-ban fadisták legyenek, és akkor még itt lehet mondani tényleg, ugye ez az abszolút vállalhatatlan kategória ez, hogy egy újságcikk, egy hivatkozott közleményt hozunk ki, és verik a mellüket a Magyar Kézilabdaszövetség, hogy milyen világversenyeket nyertünk utánpótlásban, mert egyébként rajtunk kívül nagyjából senkit nem érdekel, mert mindenki tudja, hogy utánpótlás verseny célja nem az eredmény. Ezt nagyjából minden egyes normális ember tisztában van vele, ők meg döngetik a mellüket, hogy hát ifjú meg junior Európa bajnokságunk, és ez a legdorosabb, hogy olvassuk a kommenteket, a hozzászólásokat, és az emberek elhiszik, hogy ezen túl mi olimpiára fogunk nyerni, világban is fogod nyerni, mert ifjúből legyőztük a nem tudom kiket, meg a juniorba. Nagyon örülünk ezeknek az eredményeknek, félét és nehézség. Nagyon fantasztikus eredmény, de semmit nem érdekel rajtunk kívül, hogy milyen eredmények voltak utánpótlásban. Láthattuk, hogy volt itt egy junior, egy ifi, EB, VB siker, és most látjuk, hogy hol tartunk, előrépés nincs, abszolút nincs, és most ott tartunk tényleg, hogy egyszerűen dühítő az, hogy mennyire amatőr emberek vezetik ezt az egész szövetséget, mennyire fogalmatlanok azok a döntéshozók, akiknek meg kéne hozniuk egy normális döntéseket. Nem ők azzal foglalkoznak, hogy mit írt a HVG, a világon nincs ilyen. Ők nem kérnek elnézést semmiért, egyszerűen nincs bennük annyi önkritika sem, hogy kérnek ezt meg, hát igen, hát elrontottuk, de minden megteszünk meg. És az, hogy nem, hogy ennyi sincs, ennyire veszik a szurkolókat, a magyar embereket, vagy egyszerűen, én komolyan mondom, félelmetes, ami ott folyik, és ez nem fog megváltozni az elektromódom az egészben. Hát igen, nem mondja, Dani. Ja, csak pont ezt is azt akartam mondani, hogy ha most ne adj Isten, mert benne van sajnos a pakliba, hogy hazajövünk 5 vereséggel, és akkor utána mi lesz? Megint mindenki hallgat, elmennek nyaralni, pedig látjuk, hogy se az edzői összetétel, se a szövetség összetételében és a csapat összetételében is ugye problémák vannak. Idén még lesz egy világbajnokság, szóval és eléggé borúsak így a jövőkép, hogy akkor hogyan tovább. Mert nyilván ez az olimpia már nem lesz sikeres, tehát ezek után, tehát ha véletlen valahogy tovább is vergődünk valamilyen matematikai összefüggések után óriási szerencsével, akkor is ezt nem szabad a szőnyeg alá söpörni, ami itt történt, úgyhogy hát nem tudom, eléggé borulátó vagyok így, hogy hogyan pont, tovább majd a... Pont erről beszéltünk, hogy nehogy az legyen, hogy a sikeres olimpiai selejtező miatt mindent azt mondjuk, hogy hát itt nincs semmi gond az egész sportággal, nincs semmi gond az magyar kézilabdában, a női szakággal, mert a férfi szakág azért rendben van szerintem most, abszolút.
Nem, pont ettől féltünk, hogy nehogy az legyen, hogy itt a sikeres élet, ez mindent elfeledtek, és már pedig ez van, sajnos. Abszolút. Hát figyeljetek, én egy idézettel zárnám a mai adást. A szövetség közleményének záró gondolata az, hogy sportágunk a teljes spektrumában látványosan fejlődik, az eredmények folyamatosan javulnak mind a nőknél, mind a férfiaknál, a felnőttek, az utánpótlás, a terem és a strandkézilabda területén egyaránt. Tehát minden jó, úgyhogy mi is pozitív hangulatban no, no comment, ez a no comment kategória, abszolút. Kár, hogy a strandkézilabda nincs az olimpián. Igen, tehát hogy mi is pozitív hangulatban zárjuk az adást, szerintem majd a csoportkör végén azért még jelentkezünk, reméljük már kicsit pozitívabb hangulatban. A mai figyelmet köszönjük, sziasztok! Sziasztok!